Szerettük volna magunkat kipróbálni, így indult az egész, mondta Novák Péter állatorvos, aki barátjával együtt képviseli idén városunkat a Budapest-Bamako rallin. A két kamaszkori jó barát ma indult útra. Feleségekkel együtt szerettünk volna egy nagyobb útba kezdeni, és utána hát a feleségek lekoptak, sajnos. Eredetileg két kocsival indultunk volna két párként, így most a két fiú maradt egy kocsival. A két kalandor adományt is szállít a csomagtartóban, egy iskolát támogatnak írószerekkel, mézzel és gyógyszerrel Maliban. Novák Péter és Búrján Tamás már napok óta nem alszanak, azt mondták, kicsit izgulnak, és a búcsú is nehéz számukra. Én olyan családban nőttem fel, ahol nagyon szorosak a családi kötelékek, és minden ilyen búcsú nehezemre esik. Rossz volt legalább látni a lányomat, hogy elpityerekte magát, szóval azért engem is rendesen igénybe vett. Izgatottan pakoltak be az autóba az indulás előtt pár perccel. De mi az, ami változni fog az életetekben, hogyha visszajöttek? Jobban megbecsüljük az itteni létet, az egész biztos. A feleségek pedig kicsit fájó szívvel ugyan, de büszkén támogatva engedték el férjeiket. Ő neki lesz ez egy nagy kaland, egy nagy kihívás, barátjával egy barátságpróba, hogy majd hogy tudják megállni a helyüket. Én úgy nagyon várom, de nagyon-nagyon aggódok is, mert azért van veszélye is ennek az egésznek. Nekünk Afrika nagy szerelem, úgyhogy teljesen megértem. Azt, hogy ketten mennek, azt is, ők nagyon jó barátok. Én azt gondolom, hogy mindegyiknek nagyon jó természete van, nagyon fogják egymást segíteni. Csináltam neki rajzot, hogy várjuk haza. Hát szorítunk neki, és a tévébe is fog menni, és majd nézzük. Novák Péter és Búrján Tamás maximum az ebola vírus veszélye miatt fordulna vissza, más akadályt nem látnak maguk előtt. A búcsú után lelkesen indultak a majdnem 9000 kilométeres útra.